Sziasztok, köszöntelek benneteket! A Mikulás a puttonyában változékony időjárást tartogat számunkra. Az előttünk álló éjszaka főleg nyugaton számíthatunk sokfelé csapadékra. A keleti területekre majd csak holnap a késő délutáni órákba érkezik meg a csapadék. Csütörtökön viszont már meg is szűnik majd, főleg a nap második felében, hiszen csütörtökön a nap első felében még azért arra felé fog rostokolni a mediterrán ciklon csapadék zónája. Láthatjuk is, hogy az előttünk álló időszakban ez a mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, amely a tőlünk északra, északnyugatra húzódó frontrendszernek a déli ágán képződött, és ez a mediterrán ciklon halad majd szépen lassacskán hazánk, egyre inkább a középső, illetve a keleti területei fölé is, hiszen holnap már középpontjával a Kárpát-medence fölött helyezkedik el. A mediterrán ciklon szépen lassacskán csütörtökön már elhagyja hazánk területét, és ekkortól már a nap második felében csökken is a csapadékhajlam, a hétvégén már szárazabb, nyugodtabb időjárás valószínű. Na de az előttünk álló éjszaka még igencsak mozgalmas lesz. Általában többnyire borult égre számíthatunk, szakadozások a felhőzetben leginkább a keleti országrészben lehetnek majd. Legtöbb helyen a Nyugat-Dunántúl területén, illetve a Dunántúlon a csapadék kialakulására kell majd készülni, az esőt, havas esőt a legtöbb helyen havazás fogja felváltani, és megmaradó hóréteg kialakulására is számíthatunk majd. A nagyobb mennyiségekkel a hegyek, magasabb területek térségében kell majd készülnünk, és a síkvidéki területeken leginkább a tapadó, olvadó hó lesz a jellemző, nedves hórétegre kell majd azokon a részeken készülni. Az éjszaka első felében azonban még az északi területeken kivált kép például az északi középhegység nyugati fele, a főváros térségében és az Észak-Dunántúl területén átmeneti ónos csapadék kialakulására kell majd számítanunk. Ettől keletebbre csapadék nem valószínű az éjszaka folyamata során. A hőmérséklet pedig gyenge, fagypont alatti hőmérsékletekre kell majd számítanunk, főleg a keleti országrészben, a Dunántúlon pedig leginkább fagypont körüli hőmérsékletek lesznek a jellemzőek, a légmozgás mérsékelt marad. A holnapi nap folyamán továbbra is mozgalmas időben lesz részünk, többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. A keleti és északkeleti területeken majd lehet számítani némi napsütésre napközben, viszont a csapadékzóna tovább halad majd a nyugatról a kelet irányába, és igencsak lassan fog mozogni. A Dunántúlon továbbra is havazás valószínűsíthető, egyre keletebbre haladva viszont már esőre számíthatunk majd. A keleti országrész leginkább majd csak a késő délutáni esti órák fele kap a csapadék zónából, és az északi, északkeleti tájak majd leginkább az esti, késő esti órákban részesülhetnek a csapadékból. A hőmérséklet egy kicsit kettébontott lesz, látható, hogy az ország nyugati felében lesz 0 fok körüli a hőmérséklet, a keleti országrészben 0 fok fölötti hőmérsékletekre számíthatunk, viszont a Tiszántúlon lesz majd a legmelegebb, ott akár az 5 fokot is átlépheti majd, és meghaladhatja majd a csúcsérték a délutáni órákban. A légmozgás pedig továbbra is marad. Az ezt követő időszakban, mint ahogy láthattuk is a csapadék előrejelzés térképekből, csütörtökön még a nap első felében számíthatunk a mediterrán ciklon csapadék zónájából havazásra, havasesőre, ez főleg a keleti és a középső ország részben lesz majd a jellemző, majd a nap második felében már gyengül, mérséklődik a csapadék hajlam, és a délutáni, késő délutáni órákban meg is szűnik. Az ezt követő időszakban pedig száraz, nyugodt időjárásban lesz részünk, a hőmérsékletek kevéssel fagypont fölött alakulnak, majd a hajnali órákban azonban a kevésbé felhős területeken jóskán le tud majd hűlni a hőmérséklet. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett az előrejelzés, továbbra is kövessetek bennünket a megadott elérhetőségeken, tartsatok velünk holnap is, és kövessetek minket az itt látható elérhetőségeken.